Amikor Charles Nixon még gyermek volt, apja sokszor mondta neki, hogy ő csak egy tévedés. Olyan otthonban nőttem fel, ahol állandóan folyt az alkohol. Sokszor részegen jött haza, borzalmas hangulatban. Kirántotta a fegyverét, és azt kérdezte, melyik őtöket öljem meg. Ez ment állandóan. Gyerekként ez számomra rémálom volt, mert ott van az a személy, akinek valójában gondoskodnia kellene rólam. Ugyanakkor bármikor bejöhet az éjszaka közepén, és megölhetne minket. Bár soha senki nem beszélt Charlesnak Istenről, mégis tudta, hogy amit a szülei tesznek, az rossz. Tudtam, hogy amikor a szüleim vendégeket hívtak, partit rendeztek, és kérkedve használták az Úr nevét, imádkoztam Istenhez, hogy bocsásson meg nekik, annak ellenére, hogy soha senki nem beszélt nekem Jézusról. De tudtam, hogy létezik. A család férfi tagjai mind erősen ittak és dohányoztak, ebbe Charles-t is belevitték már nagyon fiatalon. Mire 6 éves lettem, a nagybátyám megismertette velem a rágódohányt. 12 éves koromtól pedig már ittam. Családunk minden férfi tagja megmondta, mit kell csinálnom. Így áll, dohányoz és fuss a nők után. Úgy gondoltam, ettől válok férfivá. Ettől leszek értékes ember. A durva érzelmi bánásmód végül előidézte a maga kárát. Amikor az apád többször is azt mondja, hogy tévedés vagy, elgondolkozol azon, hogy valóban tévedés lennél-e. Csak azt kérdezed, miért vagyok itt? Az iskolában Charlesnak azzal is szembesülnie kellett, hogy diszlexiás. Amikor nagyon fiatal voltam, írtam egy újságot, majd egy tanár odajött hozzám és ezt mondta. Ez nagyon vicces, de én nem tudtam, miről beszél. Majd odavitte egy másik tanárnak, és kuncogtak és nevettek. Nézd, mit csinál! Majd később azt mondták, valószínűleg hülye, vagy valami hasonló. Ott álltam megint azt hallva, hogy tévedés vagyok. Így gondolkodtam magamról, még olvasni sem tud, se írni. Mi a baj veled? Ennél a pontnál úgy gondoltam, hogy talán jobb lenne, ha abba hagynám az iskolát. Úgy se törődik velem senki. Charles 15 évesen kimaradt az iskolából, ugyanabban az évben megházasodott és apa is lett, de a házasság nem tartott sokáig. Mire 21 lettem, elhagyott. Nagyon fiatalok voltunk. Nem építheted az életed az italra és a bárokra, mert az nem működik. Sehogy sem. Mivel funkcionális analfabéta volt, úgy tűnt Charles számára az alacsony jövedelem és szegénység jutott. Valójában azért dolgoztam, hogy alkoholt vegyek és elmehessek a következő partira. A barátaim igazából nem voltak a barátaim. Ivó cimborák voltak, akik, ha nem fizettél egy kört, hogy berúghassanak, nem voltak ott, hogy segítsenek, amikor kellett. Nagyon szomorú dolog így élni, mert úgy tűnik, jól érzed magad és folyamatos a buli. De másnap, amikor felébredsz, szörnyen érzed magad, és rájössz, hogy nem lehet így élni. De aztán megint iszol, hogy betöltsd az űrt, mert szükséged van rá. Végül Charles összetört. Egyszer részegen verekedésbe kerültem a bárba, aztán otthon lefeküdtem az ágyba, és azt mondtam, Istenem, ha valóság vagy, mutasd meg magad, mert csak akkor hiszem el, ha küldesz valakit az életembe, aki erről meggyőz engem. Ez a valaki Jamie volt. Egyik délelőtt elment a gyülekezetbe, és elfogadta az Urat. Később ugyanazon a napon, amikor nála beszélgettünk a konyhában, azt mondta, megmenekültem. Erre azt válaszoltam, mitől? Erre ő azt mondta, nem érted? Újjászülettem. Erre válaszoltam, miről beszélsz? Elment az eszed? Órákat töltött azzal, hogy hangosan olvasott fel az Új Testamentumból. Egyik nap elment néhány barátjával, én meg egyedül maradtam otthon. Kivettem egy sört a hűtőből, és bekapcsoltam a tévét. Az egyes csatornát általában sose néztem. Egy keresztény csatornáról van szó. Épp egy pásztor beszélt arról, hogy miért van szükségünk megmentőre. Azt kérdezte, tetted valahol következő dolgokat? Hazudtál? Loptál-e már valamit? Erre azt gondoltam magamban, álljunk meg egy percre, ez rólam beszél. Aztán egyszerre bevillant, hogy szükségem van a megváltóra. Aznap este Charles úgy szintén elfogadta az Urat. Attól a ponttól kezdve megszabadultam minden lánctól, ami fogva tartott. Az alkoholtól, attól az életmódtól, amit folytattam. Aztán fogott egy gyermekbibliát, és elkezdte olvasni az Új Testamentumot. Elkezdtem olvasni a gyerekbibliát, de nem kellett sok idő, hogy az igazi bibliára váltsak.
Mára Charles már probléma nélkül olvas, és semmi jele a diszlexiának. Az Úr megáldott engem, és meg tudom tartani az igéjét. Ma már egy felkent pásztor vagyok, és ez mind Isten miatt van, aki kiválasztott egy fickót, aki alig tudott olvasni, és most már órákat tartok, és hirdetem az evangéliumot. Tudom, hogy ez Isten erejének a csodája. Charles és Jamie összeházasodtak, és boldog családként élnek, még egy közös könyvet is írtak. Jeremiás könyvében olvassuk, mert én tudom az én terveimet a jövőre vonatkozóan, amelyeket én felületek gondolok. Tervek egy reménységgel teli jövőre. És neki egyértelműen volt egy terve a számomra. Ránk néz, és azt mondja, te nem vagy tévedés. Charles azt mondja, hogy ma már tudja, mit jelent férfinak lenni. Mindig azt gondoltam, hogy férfinek lenni azt jelenti, legyünk kemények és utálatosak, és inni is kell. De rájöttem, hogy férfivá válni azt jelenti, hogy Jézus Krisztussal van kapcsolatunk, aki olyanná tesz, amilyennek lennünk kell.